Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Rouge-Book Alpha folytatása. Akarok egy Gambler Shopot, nem különösebben. Nem néztem meg, hogy van-e drága kő, mindegy most már. Kapunk egy fincsi kis ellenfelet. Ó, a visszaszámláló kavics. Az jó. Az mindig jó. Hát. Egy kritikálattak, az jó. Egy kis boost. Egy relatív nagy sebzés. És húzzunk új lapokat, hát ha valami jó lesz belőle. Vannak nullás lapjaink, mint látható. Meg vannak, amiket ki kell húzni, és jó. Na hát, körülbelül az ötödét leszívtuk a HP-jának. Oké. Ez a berserker az erősebb, mint bármi. Hosszú távon. Rövid távon nem állunk jól viszont. Oké. Ezek nem különösebben jó lapok, úgyhogy kérünk másikat. Helyettük egy nagy jazz, valahova jó legalább. Tizennégy vagy nyolc, és húzunk egy lapot. 14. Nem állunk jól a töltésben, mondjuk a 11 frog az jó, az segít. Meg az ingyen spin kick szintén segít. Oké. Nyolc frog és támadnak is egyszer.
Az jó. Hát ha húzunk valami jó lapot. Hát na, nem is jó lapot, de ez legalább hulladékok, amik elmentek, hogy úgy mondjam. Az egy az már nem annyira jó, hogy látjuk. Most még nem támad, de a következőben támad, úgyhogy két kör alatt kell levernünk ezt a százat. Mondjuk ez segít, a sok-sok béka. Húzzunk három lapot. Vagy kettőért csinálom ezt. Vagy blokk és kettő, ugyanott vagyok. Annyit leszámít, hogy akkor pörgünk egy kicsit. Sebzésben ugyanott állok. De van egy új laphúzási körünk, amire behúzunk egy nudge-ot, ami fincsi, helyes. Az egy extra sebzés. Meg a 16 a BK-ból. Na, egy 20-as adtak. És körönként 5-öt gyógyul. Még szerencse, hogy ezt a kört már nem éli túl. Hát ez közelebb volt, mint szerettem volna. Predikt az fincsi. Ez se rossz. Adtak all enemy for van. Sok arany. Kaméleon. Hátsó sorba fele annyit sebez. Tak, tak, aztán majd meglátjuk. De előtte gemezünk. Mindenkit sebez egyszer. Meglátjuk, hogy az segít, vagy sem. Most irány a harc. Lesz egy kicsi, meg egy nagy. Jaj! Hát ezek már nem egyszerű ellenfelek, sajnos. Minden körben kezd egy pajzsa, minden körben erősödik. Nyusz, nyusz, nyusz. Kérek másikat.
sok-sok-sok blokk. Jajcs! Van ám itt blokk. Vagy támadás, vagy micsoda. Oké. Mindenkit sebezzünk sok-sok-sok-sokra. Eddig ez jó. Tizennégy. Mert azt négy negáljuk. Nyolc blokk, meg két lap. És akkor nem sok marad. Kérdés, hogy elhasználjam, nem. Hármat benyelünk, de hát ez van. Oké. Millió blokk. Az oda beüt nem keveset. Igazából annyira nem vészes a helyzet. Oké, és akkor abból nem sok marad. Jó, a líder az megmarad, az most az nem tudok mit kezdeni. Azt majd egyszer kezeljük. De a blokk az megvan. Azért a 19 se kevés, a 25-öt ugye nyilván megússzuk. Úgy tervezzük legalábbis. Blokk, lap, húzás, sütünk. Valamilyen tömegreütő képesség nincs.
Sajnos a Nigel vitte. Kettőt tudunk még használni. Huszonhármas blokk. Értem. Ó, kapunk egyet, mert öltünk egyet. Valóban, ezt kihagytam. Csak oda egy masszívat beütöttünk. Meglátjuk. Ezt most megfogjuk. Na. Kissé bizonytalan volt, hogy hogy s mint játszódik. Ó, és meg fel is gyógyult. Azt nem számoltam, de járulékos bónusz. Ó, hát ez nem is kérdés. A másiknak plusz egy erő, az egy nagyon jó ingyenes lap, ami kiveszi magát a pakliból. Nagyon-nagyon jó csomag. Oké. Ha egyszer cserélünk, akkor gyengítjük. Hát ha rajtam áll, akkor több mint ötször fogunk cserélgetni. És igazából húzzunk lapokat, hát ha jön valami hasznos. Hát ez kár volt valamennyire, de se baj. Na hát beletoltunk egy csomó gyengítést. Adtak 36. Adtak 36. Ouch. Adtak 36. Oké. Az a baj, hogy ezt kombózva sem tudom kifizetni legközelebb. Harminchárom százalék, az 12-t fog. Kérdés, hogy kockáztatjuk-e
Most tudunk cserélni, vagy húzunk cserét, és hát ha valami jobb. Kockáztatunk. Egy nagy az mondjuk valahova segít. Weekend, gyengít, stb. Ennél többet nem tudunk tenni azért, hogy álljunk valahol. Hát hármat megbenyelünk. Ezt el kell fogadnom. Az az attak 36 az egy kicsit durva volt. Oké. Empower csak úgy. No hát. Ezt simán fogtuk, hogy úgy mondjam. Csak hogy érezze a helyzet szórakoztató mi voltát. Spinatak először jött, nem másodszor. Újabb. Bogyók. Nem kell itt trükköznünk most. Kétszer egyet felfogjuk. Sőt, többbe kerül neki a támadása. Mert ezt felfogjuk és ő sérül hatot összesen. Nem egy rossz kör az. Gyengítő támadás. Hát ez elég gyér volt. A blokkos kombó az valahova segít. Húsz a békákból. És van benne egy kritikus. Hát csak kellene egy lap. Oké, hát akkor úgy látom továbbra is a hátsó sor öli meg. Feladatát tette, eddig jó. Vezetőben 8, Fincsi. Kombóra 20.
Aurórának túl sok HP-ja nincsen. Azt egy kombóra egyszerűsítő jó lenne. Lehetne jobb nyilván, ugye a kihúzáskor lemásolja magát, vagy egyéb ilyesmi. Semmi. Fugoró. Tak, tak, tak. Azt hiszem ez lesz a megoldás. Ne, itt van egy nagy harc, egy elit harc. Oké. Ide, 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 aztán majd meglátjuk. És akkor talán meg lesz a 300 zseton a bolt előtt. Hát ez könnyűnek tűnik, majd meglátjuk. Majd meglátjuk. Az a play hide az azért nem annyira finicsi. Amikor kettesével kezdik tolni. Blokk 14. Mondjuk, ha egyből be lenne trippelve. Hát nem tudok más tenni, mint ez ebben ezt eldobni, és utána hát hajni annyi amennyi. Valahol állunk, nem sok. Ez azért sok volt HP-ba, ez nem ingyér volt. Mint sokszor szeretnénk. Oké. Az mehet vissza mind a kettő, nagyon jó. De nem annyira. Mindenkit megfogunk most. Ja, a két weekend az nem örülünk. Még az extra night az jól jött. Annyi amennyi, nem sok. Tizenegyes blokk.
Csak nem sikerült mindet beszedni. Bármennyire is szerettük volna. Húzzunk még lapokat, hát ha valami jó lesz belőle. Nem. Cserébe egy csomó nem túl hasznos lap elment. Ez ugye még egy HP. Huszonnégy. És hát elvileg van elég blokkunk, úgyhogy mindegy is. Hogy megöli vagy sem, de megöli. Jó. És Aurórát gyógyítottuk. Nem a legfontosabb. Bár amilyen kevés HP-ja van, sose árt. Laphúzó. Olcsítva jó lenne, így nem. Nem, ezek így nem jók. Olcsóbban vagy valami, az úgy beférne. Ezzel az árral nem. Bolt. Rózsa. Rózsa. Az egy jó lap, az egy jó lap. Bolt, kaptunk. Harc végén mindig gyógyul. Az nyilvánvaló. Azon nincs is mit kérdezni, hogy kinek kell. Ó, megeszi az egyiket. Nem szeretlek. Nagyon nem szeretlek. Köszönöm, hogy ezt a lapot kapta Aurora. Tökre hasznos. Oké. És Aurórát etetem meg, mert úgy érzem, az a reálisabb, az a jobb. Nem biztos, hogy az a jó, de úgy érzem, az a nem annyira katasztrófa. A kombók meg vidéke nem fog jönni többet, az biztos. Pedig elég sok arra megy. A gárdot miért is nem tudom használni? Nem mondod, hogy a gárd az az Aurora lapja.
Mondjuk egy ingyen flatten. Egy kombóval. Jó. Hát a 19-et meghoztuk, megfogjuk a sebzését, de a vulnerable 4 az nem érdekel. No, hát dolgozgat a banda. Huszonegyes adtak, azt nem szeressük. Kettőből kijön ez, de az utána meg a 21-et benyaljuk. Inkább blokkoljunk egy csomót. Na, de már valahol vagyunk a blokkban. Ez se volt rossz. Jónak sem mondanám, de hát ennyi fér ki. Mindjárt 16. 2-ért 20, meg picit gyengíti is. Miért is nem tudom ezt a Crystal Spire-t, vagy micsodát kijátszani? Na mindegy, néha nem tudom kijátszani egyik-másik lapot. Most igen. Ez a garantáltan ingyenes lap. Néha a középső lapokat nem tudom kijátszani, abszolút nem tudni miért. Ez főleg akkor idegesítő, amikor az egy jó lap. Na mindegy. Van annyi védelmünk, hogy nem számít, csak zavaró. Ó, blokknyit sebzünk. Na, az vicces, még egy ilyen az jöhet. Blokknyit sebzünk. Egyébként nem ebbe kéne, hanem egy normálisabb, amit akkor így használhatok rendszeresen, defense vagy ilyesmi. Oké. Monk nem érdekel. Sok nem maradt már ebből. Ó, bombázós.
Rég nem láttuk. Oké. Mondjuk az összességében nem egy hasznos lap most. Sőt, a legtöbb nem egy hasznos lap. Mit akarok visszarakni? Ezt ugye elraktuk egyenlőre. Pörömpömpömp. 13, az nem egy rossz menet azért. Még egyet támadhattam volna, vakoltam. Jó, a csökkentő az, hát mondjuk olyan szempontból, hogy kimegy akkor a környékből. De most itt állok mindenféle hasznosság nélkül. Oké. Kapunk egy HP-t, mert... És akkor felrakunk rá egy kritet, amit majd valamikor elhasználhatunk. Az jó. Például most ennél. Kérdés, hogy... Millió béka. Húzunk egy új paklit. Békák megölik, ő meg az idézéssel megöli magát. Ennyi. Adrenalin. Érdekes. Egy, kettő, három. Mindegy is a sztori. Az a kártya ingyenes. Na, az abból lehet valami vicceset csinálni. Abból lehet valamit csinálni, hol az a fletten? Kombó 20.
Mondjuk az se lenne rossz. Trip. Mindegyik jó. De a Flattenből ingyenes lapot készíteni, az vicces. 20-as sebző. Akkor elszámoltam. Elszámoltuk magamat. Még egy enhant, még egy ilyen. És lássuk. Főnix, szobor, vagy valami más. Főnix. Hát ez sajnálatos, az nem annyira érdekes. A szobor viccesebb. Szerintem. Oké, következő támadás az. Viszont blokkokat nem nagyon hoz. Már pedig az jó, mondjuk végső harc itt nem kell, csak túlélni. Sok szempontból. Oké, ennek volt effektje. Mondjuk értem már, azért az majdnem 50-es sebzés, az nem egy normális kör. Kirakunk rá egy kritet, húzunk egy lapot, ha de... Ez is egy jó sebző lap. Sebezés blokk. Sebezés blokk. Vagy nem blokk, de sebez. Ami számít azért, még egy nagy nudge. Nem rossz. Nem rossz. És ötöt meg benyelünk, hát na bum. Harmad HP elment első körbe. Ez kimondottan hasznos ez most. Ezt mondjuk végérvényesen is legyengítjük. Kérünk új lapokat, ez elég trécsomag volt. Egy ingyenes fletten. Kár, hogy nincs meg az, amelyik a... Hát ez a blokkért sebzünk. Ja, lehetne nagyobb blokk. Mindegy. Effektkedünk. BK-k és idézzünk lapokat.
sebezzünk. Tizenhat és kivisszük. 11, eddig nem rossz. Majd meglátjuk. Olyan tartós nagy bünti lapok nincsenek. Mondjuk a erőnk az lassan csúszik föl, meg ugye a támadásait szívtuk le. Remélem az megmarad, az nem ilyen, hogy ezt elvesztettük, ezt a problémát. Úgy döntöttem, az nem számít. Ó, 15. Ez egy kicsit sok, nem? Kérünk új lapokat, hát ha van valami blokk. Ilyen blokkoló lap, tökre jól jönne. Hát vicces ez az effekt, hogyha marha nagyot sebzünk. Nem azt mondom, hogy nem jogos, de vicces, na. Nem fogunk meg mindent, de nagy részét megfogjuk azért. 8-at beütött. Azt nem szeressük. Ez a sima. Nem annyira fincsi. Ez mennyit sebez? 24 néhány. Tizenegyért berakjuk tojásba. És most a lényeggel nem sokat tudunk kezdeni, hogy ezt betoljuk. Pontosabban nem, mert egyel kevesebb van, mint kéne. Mindegy, azért a kombót behúzzuk. Vagy mi az, a kritikust? Oké. Hát haladgatunk. Még van ugye egy körünk. A következő. Hogy zúzzuk. És az egy jó kör. Ez egy jó kör. Kérünk egy jó ingyenes lapot. Az, ahogy kezdünk tele lenni. Mondjuk ingyér kijátsszuk. Legrosszabb esetben semmi haszna.
Kérjünk sok-sok lap helyett újakat, hát ha valami jó jön. Például ingyenes fletten. Úgy érzem, egy elég jó opció. Az a baj, hogy most föl fog támadni, ha akarom, ha nem. Jó, mondjuk a drága lap az elment. Oké, hát akkor még egyszer le kell majd verni, ha akarom, ha nem, most már ezen nem tudok segíteni. Negyvenegyes adtak, nyűsz. Az se barátságos. Mi az ingyen támadás? Az ingyen támadás, azon nincs mit cifrázni. Blokk és támadás jöhet. Gyengi. Úgy érzem, van mit. Idézzünk pár békát. Lenne rá elég mana, de nincs. Oké. Ez se lenne rossz, de csak az ingyenes fér ki. Az azért segített, hát haladunk. Nem sokat, de haladunk. Ki? Aue 2x21, jau! Ez fájdalmas lesz. Kérünk bármit, ami segíthet, nem sokat segíthet. Ez valahol segít. Hát betoljuk. De... Ez nagyon-nagyon-nagyon kevés, sajnos. Oké, megúsztuk. Nem tudom pontosan, hogyan megy ez a sebzés, de megúsztuk. No, 2x26, hát megint nem aprózza el. Sok-sok blokk. Kérnénk egy új lapcsomagot, ebből csak jól jöhetünk ki. Van annyi extrém drága, meg olcsó, meg mi egyéb lapunk. Sajnos egy nem fér be. Nem volt egy kritikus betermelve? Nem volt, úgy látom. Huszonkettő a...
békákból. No, hát ez elég gyér. Negyvenegy, yikes. És akkor elvileg a békák megölik. Ami nem túl jó, mert a 74-et akkor a következő körbe kell legyűrnöm. De mondjuk legalább van esélyem. Oké, 31 a békák, úgyhogy az gyakorlatilag innen már megoldja. Kérünk új paklit, vagy új lapokat. És akkor békák. Hát szoros volt. Szorosabb, mint a legtöbb. De úgy érzem, most egy picit erősítették a Phoenix-et. Nem azt mondom, hogy nem fért rá. No. Hát úgy érzem, akkor ennyi volt ez a Rosebook egyenlőre. Majd visszatérünk rá, amikor kicsit jobban kinyitott, robban befejezett, teljesebb, remélhetőleg kapunk új hősöket, új egyebeket majd. Egyelőre ennyi.